fogászat területén tapasztalható óriási fejlődés ellenére még mindig sok páciens kellemetlen érzésről panaszkodik a rosszul ülő műfogsor miatt. Ez sajnos az élet legegyszerűbb, de mégis szép dolgait is megnehezítheti, mint például a beszédet, a nevetést és az evést. Különösen az alsó állkapocsban az íny alatt gyakran már csak egy keskeny lapos csonttaraj található, és ez okozza, hogy a műfogsor az evésnél és a beszédnél ide-oda csúszkál. A fogprotézist viselők ezért automatikusan átalakítják rágási szokásaikat. Gyakran nem csak az ételt kell igen apró darabokra vágni, hanem arra is ügyelniük kell, hogy hogyan rágnak, inkább föl és lefelé, mint sem oldalirányban. Ezen túlmenően egy instabil protézis nem kontrollált terhelése mindenképpen az állcsont további sorvadásához vezet. A laza műfogsor tehát nem csak a páciens megjelenését, de étkezési szokásait és beszédképességét is hátrányosan befolyásolja. A páciens egy idő után bizonytalanabb lesz mind a magán, mind a szakmai életében. Sérül az önbizalma, és végső soron tartós pszichés problémái is lehetnek. Sok páciens különféle ragasztószerektől remél jobb körülményeket, eltekintve attól, hogy a protézis ragasztószerek a fogsor megfelelő ülését hosszú távon ronthatják, tartós használatuk esetén irritálhatják a száj és a foghús nyálkahártyáját, és ezáltal veszélyes baktériumok elszaporodását segíthetik elő. Az itt bemutatott az Imtec mini implantátummal történő protézis stabilizálási módszer egy egyszerű és igen kedvező áron elérhető kezelési módszer, amely nem csak hogy visszaadja az ön rágó képességét és beszéd biztonságát, hanem a műfogsor megbízható és stabil rögzítésével ismét visszanyerheti önbizalmát és a saját fog jóleső érzését. Az Imtec 3M mini implantátummal történő protézis rögzítés egy jól bevált és kipróbált kezelési eljárás, melyet elsősorban Amerikában már több mint 10 éve 95%-os sikerrel alkalmaznak. Alapos klinikai tanulmányok után az amerikai gyógyászati hatóságok jóváhagyták ezt a sikeres implantátumot hosszú távú fogprotézis rögzítés céljából. Azóta az USA-ban évente több mint 250 000 ilyen implantátumot ültetnek be. Az Imtec implantátumok átmérője mindössze 1,8-től 2,9 mm-ig terjed, ezért is nevezik mini implantátumnak. Közvetlenül az ínyen keresztül az állkapocs csontba csavarozzák be, és még igen keskeny állkapocs esetén is használhatóak. Mivel az alsó állkapocs csontja szemben a felső állkapocssal igen tömör és kemény, már 4 darab implantátum is elegendő a protézis stabilizálásához, míg a felső állkapocsban 6 darab szükséges. A mini implantátum beültetése helyi érzéstelenítéssel történik. Mivel a beavatkozás nem jár nyílt sebb képződéssel, a beültetést követően azonnal megtörténhet a műfogsor rögzítése. A műfogsor kis fémsapkák segítségével rögzül, melyekben egy gumigyűrű található. Ezek a fémsapkák a mini implantátumok beültetését követően azonnal beépítésre kerülnek a protézis alapba. A protézis beillesztésénél a fémsapkák a gumigyűrűkkel lágyan rásiklanak az implantátumok gömbfejére, és a műfogsor fix helyzetbe rögzítődik. A műfogsor ráfekszik az állkapocsra, és fix helyzetét még a rágási folyamat alatt is megtartja. A beépített gumigyűrűk csillapítják az implantátumokat érő terhelést, így a páciens a protézisét a kezelés befejezését követően azonnal használhatja. Welche Erfahrung hatten Sie bisher mit Ihren herkömmlichen Prothesen gemacht? Bei den Prothesen, die ich vorher hatte, da musste ich, um vernünftig essen zu können und zubeißen zu können, Haftcreme benutzen, damit ein sicherer Halt war. Und den musste ich also auch nach dem Essen dann eventuell wiederholen. Waren Sie dann skeptisch, als Sie zum ersten Mal von der Möglichkeit der Prothesenstabilisierung mit Mini-Implantaten gehört haben? Ja, eigentlich nicht. Ich hatte nur ein bisschen Angst vor dem Bohren und eventuell Schneiden im Rachenraum, im Mundraum und die Behandlung hat mich nachher von einem besseren überzeugt. Wie haben Sie die Behandlung selbst erlebt dann? Völlig problemlos. Schon nach wenigen Stunden konnte ich also diesen Zahnersatz
wieder belasten und essen. Sind Sie zufrieden mit dem Ergebnis? Sehr zufrieden. Kann man nur weiterempfehlen. A teljes kezelés mintegy 2 óráig tart, és csak csekélypanaszokat okoz. Bármilyen utólagosan fellépő fájdalom kezelhető a szokásos fájdalomcsillapítókkal. Meine Freundin wusste Bescheid, dass ich mir Implantate setzen lassen wollte. Vor 2 Tagen rief sie mich an, weil sie ja nun wusste, dass das bei mir über die Bühne gegangen ist. Was, sagt sie, keine Schmerzen, keine dicken Stellen und nichts tut weh? Ich sage, naja, ein bisschen tut schon noch weh, es ist ja aufgeschnitten. Aber ich sage, das kann man aushalten. Ich sage, ich habe ja die Prothese schon drin, ich kann schon essen. Ich bin ganz begeistert, wie das jetzt mit der neuen Prothese, mit den Implantaten über die Bühne gegangen ist. Auch die Behandlung oder während der Operation, also ich hatte nicht ein bisschen Angst. Ich hatte auch gutes Vertrauen zu Dr. Walzer, muss ich ehrlich sagen. A fejek tisztításához az Imtek erre a célra kifejlesztett keféjét ajánljuk. Mivel a gumigyűrűk az igénybevétel során és a nyál hatására bizonyos fokig elhasználódnak, azok cseréje 2-3 évente ajánlott. Sok éves tapasztalatai alapján az Imtek nem csak igazolta kiváló minőségét, de arra is rámutatott, hogy a minőség nem mindig jár magas árakkal. A siker pedig számunkra végső soron a páciensek elégedettsége jelenti. Imtek mini implantátumok. Perfekt tapadás, több komfort, biztonság.